Dobó Norbert két fagyja is a legjobb lett azon a szakmai megmérettetésen, amelyet a Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestülete rendezett. Az aranyérem és egy ponttal lemaradva az ezüstérem is a füredi fagyizóé, a korábban Korzó néven ismert Zákonyi utcai fagylaltozóé lett. Az országos verseny eredményét, amelyre 62 fagyival neveztek, kedden hirdették ki. A csak természetes alapanyagokból készült fagylaltok közül ezüstérmes lett a török mézes vanília, és aranyérmes lett a pasió gyümölcsből és karamellből készült füredi fagyi. Elsősorban egy karamellfagyi, amiben egy kicsi marakuját tettünk, körülbelül 10% a fagyinak ez a marakuja, és ad neki egy olyan háttérízt, egy kis savanykás gyümölcsösséget, ami jól harmonizál szerintem a karamellel. A másik fagylalt ez egy klasszikus vanília, az az igazi tojásos vaníliás alap, és ahhoz török mézet tettünk, ami tényleg így egy kicsit ilyen nosztalgikus, ilyen retro hangulatot idéz. Fagyiban nincs határ, ha valaki a technológiával tisztában van. Nincs túl sok határ szerintem, de mindenkinek az ízlésére van bízva. Szóval mi olyan túl extrém fagylaltokat szerintem nem szoktunk csinálni, ha bár van mondjuk uborkás fagyink is néha, uborkás lime vagy uborkás gin tonic, szóval azért vannak extrémebb fagyik is, de a klasszikusabb párosításokat kedveljük mi is, tehát amit mi is szívesen fogyasztunk, olyanokat készítünk a vendégeknek is. Nekünk a gyümölcsfagylaltok azok vizes alapúak, tehát szorbékról beszélünk, viszont mégis csak krémesek tudnak lenni, tehát jó állagú, finom fagylaltokról beszélünk. A teljeseknél is ez a lényeg, hogy az állag minél jobb legyen, minél krémesebb, és akkor ehhez fontos a jó receptúrát beállítani. Sima eperfagyit is lehet évről évre fejleszteni, és mi is ezen vagyunk, hogy az alapízeken is folyamatosan dolgozunk. Például a vaníliából most egy kicsit tojásosabb jellegűt csinálunk, ami talán édesapámnak is a gyerekkori ízeket hozza elő, és ez az a vonal, ami nekünk is most tetszik. Dobó Norbertnek az édesapja kezdte a vállalkozást, de már 5 éve ő viszi a népszerű fagylaltozót. Neki annó csak úgy nyaranta besegítettem, tehát hogy én mellette iskolába jártam még, és akkor szépen folyamatosan egy ilyen nyári munkából kinőtte magát éves állásá, aztán amikor úgy döntött, hogy szogreagasztja tulajdonképpen a fagyiskanalat, akkor én vettem át ezt a fagyizót. Azért ő is segít a háttérből, tehát mindig vannak jó meglátásai, amiket megfogadunk, úgyhogy de már én viszem vására a bőröm úgy. Balatonfüreden kiváló, többszörös nyertes fagylaltkészítők vannak, de ez csak jót tesz a szakmának. Az országos cukrászverseny is azt a célt szolgálta, hogy egyre jobb legyen a színvonal, a nyertes fagylaltok receptjei is nyilvánosak. Nagyon jó helyzetben vagyunk, mert egymást visszük előre, de tényleg a Balaton is egyre több jó fagyizó van, és úgy gondolom, hogy talán ez a verseny is, amit megnyertünk, ebbe az irányba mozdítja elő a szakmát is, mert csak természetes alapanyagokat lehetett használni, folyamatosan képezni kell magunkat, hogy ne maradjunk le, egyre jobb minőségű fagylaltot állítunk elő mi is szerintem évről évre, és ez a cél, ez visz előre minket, különben én úgy gondolom ki is lehetne beégni, tehát hogyha nincs meg a kihívás, és itt szerencsére megvan, megtaláljuk ebben. Dobó Norbertnek a húzós nyár után az ősz és a tél a folyamatos továbbképzéssel telik, bár most a családban a főszereplő a kisfia, Marci.